Szeretettel köszöntünk mindenkit a negyedik alkalommal, az, aki mind a négy alkalom itt volt, azt külön kiemeljük, és dicséretet mondunk neki. Köszönjük az legdrágábbat, amivel ott az idejét. Hát volt ideje vasárnap délelőtt, aztán hétfőn este, kedden este és ma este is eljönni. Persze, aki nem tud mindegyik alkalommal itt lenni, annak a mai alkalommal azért örülünk, mert itt van az utolsó alkalom. Illetőleg, ahogy remélhetőleg a jövő héttől felkerül a gyülekezet YouTube csatornájára az a néhány alkalom, ami nem volt itt, és akkor megnézheti utólag, és összerakhatja az ívét a történetnek, hiszen értékválság, mértékválság címmel gondolkoztunk Toma Lászlóval együtt, pontosabban az ő gondolatait próbáltuk megvenni. Amit ő megértett azokból az igékből, amit hozott közé, beszélt arról, mi az igazán értékes, az önértékelésről, aztán a másik ember értékéről is most következik majd az utolsó rész. Biztos a bevezetőben ő még egyszer ezt elmondja, csak azért, hogy elmélyüljön bennünk, hogy miről volt eddig szó. Most itt, mivel én a végén már nem fogok szólni, hadd köszönjem meg Lászlónak azt, hogy eljött három gyerek mellől. Tudom, ami éjjel, csak egy tudom számolni, hogy nekem voltak, így a kezét csoportot. Tehát a 10 hónaposat lefelejtett, hogy hát már nem emlékszik rá. Tehát 4 gyerek mellől 4 napra azért ez nagy dolog. És én hálás vagyok a feleségének is, mert azt gondolom, hogy a másik oldalon ő neki kellett helytállni a házat. Úgyhogy köszönjük, remélem, hogy ma is küldtél egy kis üzenetet nekik, hogy itt vagy, és gondolnak rád, mi pedig szeretettel gondolunk rájuk, és fogunk gondolni az egész családra, sőt az egész gazdagrétű gyülekezetre, hiszen a gyülekezet életéből is 4 napra kivonultál, bizonyára hiányoztál, és most ha visszamész, még jobban fognak értékelni. Tehát köszönjük, ezt lehetővé tehettük neked, hogy 4 napra itt voltál, és köszönjük tényleg ezt az áldozatot, mert ez tényleg való. A mai alkalom az már más, nem tudok közelteni, csak azt, hogy vasárnap várunk mindenkit a templomba, hiszen a bőjt fő vasárnapon, tehát a bőjt első vasárnapján mindig úrvacsorás istentiszteletünk van. Ez lesz majd a templomban egyfajta lezárása, illetve kezdete a bőjtnek, lezárása ennek a négy alkalomnak, és aztán kezdete a bőjtnek. Úgyhogy erre is mindenkit szeretettel. Még valakinek meg kell köszönöm, hogy nincsenek itt annak a két gimnazista lánynak, aki hétfő, kedd és szerd este, arra az 1-2-3 gyermeke, most különösen is gondolok arra, hogy a Mátéra minden este vigyáztak, hiszen az lehetővé tett, hogy mindjárt feleségemmel is, illetőleg más édesanyák is így tudjanak lenni. Úgyhogy ezt nekik is majd személyesen megköszönöm. Csendesedjük el és készüljünk imádságra az alkalommal. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy elgondolkozott bennünket, milyen nagy válságban van ez a világ, és azon belül milyen nagy válságban van mi életünk. Hogy valahogy felcserélődtek az értékrendek, az értékek, összekeveredtek, és már nem tudjuk, hogy minek mi az értéke. Valamit nagyra tartunk, és nagy áldozatnak gondolunk, valamire meg legyintünk, hogy ez semmi, ezt bárki meg tudja engedni magának. Elvárjuk a mi személyes értékelésünket, hogy mások észrevegyék, hogy mi milyen értékes emberek vagyunk. És ugyanakkor a következő pillanatban nem veszük észre a másikban az értéket, azt, amiért feltekinthetünk rá. De sokszor vagyunk úgy, Urunk, hogy önmagunkban is összekeveredünk, és nem értékeljük helyén az életünket. És ez te, aki azt mondod, hogy értékes vagy, nekem fontos vagy, hogy az enyém vagy, és mi csak elcsodálkozni tudunk, hogy Urunk, hogyan lehetséges ez. Adunk, hogy a mai alkalommal a te lelked kinyissa a szívünket, hogy átgondolhassuk és megértessük, hogy az, hogy a te szemedben értékesek vagyunk, az a te kegyelmed, az milyen nagy dolog. Milyen értékes dolog, milyen hatalmas csoda. Adunk megértenünk a te kegyelmes szíved értékét, te megbocsátó szeretetednek a nagyságát, kegyelem mértékét,
Ezért kérjük az ige hirdetőjét, hogy mindaz, amit megértett a te igédből, azt átadhassa nekünk. És kérjük minden egyes ige hallgatóért is, hogy ugyanaz a lélek munkálkodjon bennünk, aki az ige hirdetőben, és hozzon hozzá közel a te igédnek mai üzenetét. És adunk, hogy mindaz, ami az elmúlt napokban megérintett bennünket, a te igéden keresztül az kerüljön jó földbe. Az hozza meg a termését, és tudjon magot hozni, termést hozni, hogy ezáltal hathasson másokra is. Adom, hogy így tölthessük be te küldetésedet, így tölthessük be azt a küldetést, amire minket rendelsz, így lehessünk róla bizonyságtevőkké. A Szent Fiat jelenlétében szeretnénk ma este is együtt lenni, így legyen a te lelked áldása rajtunk. Áldás békesség, nagy szeretettel köszönöm újra ebben a minőségben így utoljára mindenkit. Külön szeretettel azokat, akik esetleg először érkeztek. És valóban a heti folyamatunknak a végére értünk, és úgy utólag, amikor ránéztem erre a plakátra, arra gondoltam, hogy lehetett volna valami pozitív címet adni neki, hiszen a pozitív cím az mindig vonzó. Kiút az értékvásárból, vagy hogyan az Istenünk mértéket számunkra, de végül is jó volt az így. És azon is gondolkoztam, hogy mi legyen ennek a sorozatnak a vége, hiszen valamilyen módon ezután az alkalom után lépünk be majd vasárnap egy ittabőjtbe. Egy úrvacsorai közösségre készülünk mindannyian, mi gyülekezetünkben is úrvacsorai közösség lesz. És az úrvacsorai közösséggel belépünk egy 6-7-es időszakba, aminek a végén ott lesz majd a nagy hét, ott lesz a húsvét, a feltámadás, és ez az évnek talán az egyik legfontosabb szakasza, hiszen a hitünknek az alapja, a maga, feltámadásba vetettik azt, hogy a Pál, hogyha Krisztus nem támad fel, és hogyha ti nem hiszitek el a feltámadást, akkor hiával az egész hitetek. Szóval a lényeg az nem a karácsony, bár az is nagyon szép ünnep, hanem a húsvét, ez a személyes véleményem. És azt gondolom, hogy erre az útra vezetendő, nagyon fontos végül ebben a sorozatban Isten kegyelméről szólnom. Miért is? Azért, mert azt gondolom, emlékeztek talán, hogy itt volt a hétfői alkalommal, megnéztük ezt a fát, ami ugye az ember, és az önérték önbecsülés, hogy működik ez a rendszer, és aki nem volt itt talán, annak is követhető vagy kapcsolható, hogy azt mondtam végül, hogy tulajdonképpen, mint hogy a fának a levegő, meg minden, ami körülveszi, az egész közeg, ami élteti, az számunkra az Isten szeretete, abból táplálkozunk, és gyakorlatilag az ember érti, milyen átérzi, értékelni tudja, hittem megragadja azt, hogy Isten kegyelmes Isten, és az ő kegyelmes mennyei atya, akkor ez egy olyan erőforrásra válik az életében, ami olyan stabilitás van, ami tényleg nem tud semmi megrengetni, mert ha meg is ingatja, visszaáll az egyensúly. Mert ugye kibillenünk a kérdés, hogy visszaállunk el. És ezért szeretnék ma erről beszélni végül. A Húsnyás könyvéből fogok majd igét olvasni, egy kicsit később, még előtte egy-két bevezető gondolatot szeretnék mondani, hasonlóan kicsit az első estéhez, mert ez a fogalom, hogy kegyelem, főleg annak, aki jár a gyülekezetbe, régen volt a keresztény, vagy ebben nőtt fel, ez egy nagyon ismerős fogalom. Valószínűleg mindannyian tudnánk a kegyelemről legalább negyed órát beszélni, de öt mondaton egészen biztos. Hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes, akkor valószínűleg el tudjuk mondani, hogy igen, a Káti alapján Isten egyszerre igazságos és kegyelmes. Az, hogy kegyelmes, az azt jelenti, hogy Isten megbocsát, Isten nem haragszik az emberre, és Jézus Krisztusban, hát kegyelmes ő hozzá. Mit is kell ezen többet magyarázni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, amikor én először hallottam még 15 éves koromban ezt a fogalmat, amikor keresztény lettem, akkor nagyon nehezen tudtam vele mit kezdeni. Mert amiben én felnőttem, az a gondolkodás, meg az a képi világ, abban a kegyelem, vagy kegyelmet gyakorolni, az a következő kép kötődött, van valaki, aki valami rosszat tesz, és valaki előtt esedezik, hogy kegyelmezzen neki. Mondjuk valaki egy király előtt, vagy egy bíró előtt kegyelemért könyörög. És azt mondja a bíró, vagy a király, hogy na jó, megkegyelmezek neked, kegyet gyakorolok, és nem hajtom rajtad végre azt a büntetést, amit
amit egyébként megérdemelnie. És innentől fogva a kegyelemre a gyenge emberek szólnak rá. Ebben a képből ugye annak van szüksége kegyelemre, aki nem tudja felvállalni, hogy nem baj, vállalom a büntetést, szembenézik a tetteink következményeivel. De nyilván ez az a gondolkodás és az a háttér, amiből például éljük. Aztán emlékszem, amikor először hallottam a gyülekezetben, még szintén tizenévesként, Remény Sándornak a versét, a kegyelemről, ami nagyon ismert, és ugye van egy ilyen sor, hogy ez a magától, ez a kegyelem, amikor hogy magától megoldódnak a dolgok, és Isten cselekszik. És ez is ugye egy eléggé meghatározó definíció lehet bennünk, hogy jaj, igen, a kegyelem az, amikor magától megoldódnak a dolgok. Nem tudom, ki látta közületek a Hétköznapi Mennyország című filmet, ez egy svéd film, és abban, ez egy több, sok időről szól, de többek között egy evangélikus lelkész és a felesége is megjelenik ebben a történetben, és a lelkész felesége egy ponton nagyon dühös lesz az ő férjére különböző okok miatt, és feltárja előtt, hogy ő őszintén nem érti ezt a bűn és kegyelem kérdést. És azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy egyrészt az egyház az egyik kezével beszél a bűnről, és kínálja azt, hogy jaj, nagyon bűnös vagy, és nyomja le az embert ezzel a tanítással, másik kezével pedig ajánlja a kegyelmet, és azt mondja neki, hogy és minden megoldódott, de mind a kettőre nálam van a megoldás. És tulajdonképpen arról beszél, hogy ez a hatalom gyakorlásnak az eszköze. Nyilván ez a gondolkodás is azt jelenti, hogy abban a konkrét helyzetben ez igaz, de a kegyelem megint csak nem ez. Igazából az egyházban Isten népe körében hirdetetik Isten kegyelme, de hát nem csak ott van természetes módon jelen. Nagyon fontos, mielőtt belemegyünk még magába a történetbe, meg az ige magyarázatba, hogy a kegyelem számunkra egy dogmatikai fogalom alapvetően. Egy olyan fogalom, ami Istenhez kötődik. Isten egyik cselekvése, Isten egyik tulajdonság. És én ma pont arra szeretném egy kicsit vinni a figyelmüket, hogy a kegyelem az Isten szívének a lényege, Isten szeretetének a kiáradása, és sokkal több annál, mint csak egy fogalom, amit ismerhetünk. Egy picit szeretnék beszélni még erről a szóról, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy a Biblia milyen szót használ arra, hogy kegyelem. Más használ az Ószövetség, és más használ az Ószövetség. Egy ószövetségi történetet fogok felolvasni majd nem sokára nektek, és az Ószövetség az a szó, amit használ arra, hogy Isten kegyelme, vagy hogy kegyelem, az jelent szeretetet, jó indulatot, és abból a szóból ered az a szó, az a héber igen, hogy valaki lehajol. Isten kegyelmes, tehát lehajol az emberhez, odahajol az emberhez. De ami rendkívül érdekes, az az, hogy ez a görög szó, amit a kegyelmet jelenti, az azt jelenti, hogy kedvesség, jó akarat, gondoskodás, és valami ilyesmit jelent, valaki örömből, jó kedvből tesz valamit. Amikor Isten kegyelmet gyakorol az emberen, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy örömében megbocsát neki. Gondoljatok csak egy picit egy olyan helyzetre, amikor valaki tényleg vitt valamit ellentek. Mondjuk gondoljatok, hogyha van akár egy gyermeketekre, vagy egy számotokra kedves szemére, és bocsánatot kér érte, és ti tényleg annyira szeretitek őt, hogy örömmel megbocsátatok neki. És nem úgy, hogy nagyon van fiam vagy lányom, de tanuld meg belőle azt, hogy. Hanem azt mondod, hogy semmi baj. Képzeljétek el, amikor 2,5 éves volt a lányunk, a legnagyobb gyermekünk, akkor volt egy ilyen történet, hogy ültünk az asztalnál, és én nagyon szigorúan vettem azt, hogy az asztalnál mi történik. A gyerek az alapvető dolgokat ott tanulja meg, hogy az asztalnál rendben legyenek a dolgok, hogy eszünk, mivel, stb. És hát egy eléggé ilyen kis mozgékony gyerek volt, és sokszor kiöntötte a dolgokat, és én elég keményen reagáltam. És egyszer egy alkalommal, egy reggel, szintén az asztalnál egy nagy mozdulattal kiöntötte a kakaót, folyt le az asztalról, a cukros kakaó, mindenhova. És látszott a gyereken, hogy várja azt, hogy mi lesz ebből. És nem tudom, hogy miért, de elöltött az iránta érzett szeretetem, és azt, hogy mennyire szeretem ezt a gyereket, és azt mondtam neki, hogy semmi baj, Júlia. Hát látszólag megkönnyebbült. És tudjátok, mi történt? Másnap reggelizünk, és ugyanezzel a mozdulattal én öntöttem ki a kávéját. Folyt le az asztalra a cukros kávé. A gyerek szemem megnézett, és azt mondta, semmi baj. Megtanulta azt, hogy mit jelent kegyelmesnek lenni. Szóval örömből, jókedvből megbocsátani valakinek. És még egy dolgot, ami segít talán megérteni ezt a képet, hogy
És a napi zsolt és az egész életre elegendő örökségnek a két képét hozza itt az apostol, és a kegyelem ez utóbbi. Valami, ami a te örökséged, ami elég neked, ami sokkal több, mint amire vágynál, vagy mint amiért letolhoznál. Még egy személyes példát hadd hozzak elétek, mielőtt felolvasom ezt az igét. Már régóta keresztény ember voltam, régóta, mondjuk 6 éve, és teológus voltam, és én azt gondoltam, hogy értem meg, tudom, hogy miért Isten kegyelme. Persze, egy csomó alkalmat tartottam már róla, vizsgáztam róla, hitvallás ismeretből, meg nem tudom miből. Ez a fogalom ugye a helyén volt az életemben, és tudtam is, hogy Isten kegyelmes, meg el is ért a szívedi. De egyszer egy olyan helyzetbe kerültem, hogy eléggé magam alatt voltam már hosszabb idő óta, ez a teológiám, mint előfordul az emberrel, hogy benne van, tanulja a szent tudományt, és nagyon készül a hivatásra, és rájött, hogy ez mekkora feladat, és hogy ebben ennek a súlyában voltam. És hallottam igen hirdetéseket, áhítatokat, meg minden megvolt. És mégis nagyon nem éltem ebben a kegyelemben, és nem éltem a kegyelmes Istenhez közel. És képzeljük el, hogy sárosokat követem az a Komáromban, egy alkalommal, esti vonattal, pénteken át kellett menni a keletből a délbe, és nem tudom, láthatok-e Budapesten egy időben nagyon sok ilyen falfirka volt, amit ilyen zúg keresztények írogattak ide, hogy fel igék, meg nem tudom. Én nem örültem, hogy házakat rongálnak. Minden esetre akkor a délbe mentem föl a vonathoz, és oldalra ki volt írva ez az ige, hogy Isten kegyelme ajándék az örök élet. És alá pedig oda volt írva, hogy Jézus szeret téged. Hát erre lett valószínűleg nagyon sok százan elmentek, és lehet, hogy én is 50-szer elmentem mellettem. De ott abban a helyzetben ez olyan volt nekem, mint egy villámcsapás. Azért, mert amit ott láttam kiírva, az találkozott azzal, ahol én éppen tartottam, amilyen mélyen voltam, és valahogy megértettem, hogy rajta egyedül ez segíthet. Én úgy értem meg, hogy ez Isten kinyújtott keze az én számomra. És akkor értettem meg, hogy a kegyelmet megérteni és a kegyelmes Istent megismerni akkor tudjuk, amikor ő megnyitja a kaput, és amikor ő megismerheti magát velünk. Nem könnyű ezt megérteni, és nem könnyű megismerni. Amint mondtam, tehát ez az életünknek egy nagyon fontos erőforrásává lehet, és így hoztam középet majd történetet a Hóseás könyvéből. Hát választottam volna valami egyszerűbbet is, valószínűleg valami kedves evangélium történetet, nem pedig egy prófétát, aki egy elég kemény sztoriban van bennem. Elmondom röviden a kerettörténetet, és aztán felolvasom a Hóseás könyv első, második és harmadik fejezetének válogatott verseit. Hóseás egy próféta, akinek Isten egy egészen különleges küldetést adott. Nagyon sokszor teszi ezt Isten egyébként, hogy valamilyen nagyon különleges módon beszél az ő népével. A történet lényege, hogy ott van Izrael, aki elpártolt Istentől, a kiválasztott népként az lenne a feladata, hogy Istenre mutasson, hogy hűséges legyen hozzá, és elhelyett mit tesz, bárányokat imád, meg minden más tesz, csak nem ezt. És Isten nagyon sokféleképpen próbál a nép szívére beszélni, prófétát küld hozzá, így ugyanúgy. És egy olyan helyzet ez, amikor Istennek valami nagyon radikális módon kell megtanítania és megértetnie népével, hogy mit gondol arról, hogy ők elpártoltak tőle, és miért lenne jó, hogy visszatérnének hozzá. Számtalanszor találkozunk az Ószövetségben azzal, hogy a prófétát felhasználja Isten, hogy valami jelképes cselekedetet tegyen. Azzal is találkozunk, hogy az Isten népe és az Isten kapcsolatát a házassághoz hasonlítja az Ószövetség. A bálványimádás pedig a házasságtöréshez, a farházassághoz. Úgyhogy Hóseás, a következőt mondja Isten, Hóseás, menjél el és válasz magadnak feleségül egy paráznőt. Igen, jól halljátok, egy prostituáltat. Vedd feleségül. És mondd azt, hogy azt mondja az Úr, ebben a tettben, ahogy én őt magamhoz fogadom, és visszafogadom és megbocsátom neki, aztán később az a nő elmegy és újra visszafogadja, ebben ábrázolom ki és mutatom be, hogy én utána megyek az én népemnek. Én akkor is szeretem őket, amikor elpártoltak tőlem. Nekem akkor is fontosak, amikor ők már lemondtak erről a kapcsolatról. Én akkor is hűséges vagyok, amikor ők már hűtlenek. Én akkor is bizalmat szavazok, amikor ők már nem érdemlik meg ezt a bizalmat. Elég radikális kér, ugye? De nagyon-nagyon tanáló. Fel fogom tehát olvasni ezt a történetet, az első három fejezet néhány versét, válogatott verseket, és aztán egy kicsit hasonlóan a hétfő estéhez olyan lesz az igének a magyarázata, hogy egy történet lesz hozzá, kicsit képi lesz, mint egy mai történet meséli el, hogy
hogy mit jelent Isten kegyelme, Istennek ez az odahajolni szeretni hozzá. Olvasom tehát Isten igét Hósás könyvéből. Ez az Úr igéje, amely Hósáshoz, Beéri fiához szólt, Uziának, Jótának, Áháznak és Ezékiás Júda királyának az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hósáshoz, ezt mondta Hósásnak az Úr. Menj, vegyél feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblai bányát. Az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr, nevezd el Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhu házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izraeli ját a jezreeli bőtben. Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr, nevezd őt így, nincs irgalom, mert nem leszek több irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mert uruk Istenük, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Miután elválasztotta, nincs irgalom nevű lányát, újból terelve esett Gómer és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagyok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezreel napja. Mondjátok testvéreiteknek, népem és nővéreiteknek, van irgalom. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem, és én sem vagyok a férjem. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek, hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta, elmegyek a szeretőim után, ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyakjút és lent, olajat és italat. Azért most elrekeztem az útján tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvény. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket. Keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. Azért most én, az Úr csámítom őt. Elvezetem a pusztára, és a szívébe beszélek. Azután adom vissza szőlőjét és az ápol völgyét, a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ezt mondta nekem az Úr, szeress csak tovább azt az asszonyt, Hóseás, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordultak, és szeretik az asszony szőlőt. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért és másfél hómer árpáért, és ezt mondtam neki, hosszú ideig fogsz nálam lakni, nem varázsálkodsz és nem leszel senkié, én sem megyek hozzád. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai és király és vezér nélkül, áldozat és szentoszlop nélkül, évfód és házi bárvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat. Hósás története a megbocsátás története. Az Úr egy parázna és hűtlen asszony által jelképezi saját népe hűtlenségét és elpártolását más istenekhez. Ezt a történetet szeretném nektek újra elmesélni egy másfajta szemszögből. Azaz magát az üzenetet kívánom átültetni ide, a mi korunk hétköznapjaiba. Mert Isten ma is megbocsát. Mert Isten ma is hűséges. Mert Isten ma is kegyelmes.
és Isten ma is szereti a népét. Úgy tűnik, a történet Gómerről szól, aki Isten népét jelképezi Hóseás könyvében. Gómer köztudottan egy szajha volt, pénzért árulta a saját testét. Mivel mindenki tudta róla, hogy ki is ő, miféle nőszemély, ezért volt, aki megvetette, volt, aki elítélte, volt, aki játszotta a bárdot és úgy tett, mintha semmiről fogalma se lenne, és volt, aki egészen személyesen ismerte Gómert. Néha azt gondolta magáról ez a nő, hogy mégiscsak értékes valaki kell, hogy legyen, mert az igazság az, hogy sok férfi ismerte őt. Gómerrel tulajdonképpen nem volt semmi gond. Talán egy kicsit erőteljes volt rajta a smink, nem vetette meg az italt sem, legtöbbször egy harsány jelenség volt, de nagyszerűen tudott mulatni, jó humorérzékkel rendelkezett, remek közösségi embernek számított. De ez a történet mégsem Gómerről szól. Pontosabban ez a történet inkább szól egy másik emberről, Hóseásról, aki viszont az Urat jelképezi. Ez a Hóseás elég fura alak volt, senki sem tudta igazán kiismerni. Amolyan komoly ember, sokan csak szent fazéknak tartották, aki nem is él ebben a világban, sőt, aki igazán nem is él. Ezt tartották róla. Életének egyetlen tevékenysége az volt, hogy Isten nevében néha furcsa látomásokat vizionált, és azokat el is mondta. A legtöbben csak megmosolyogták. Néhányan rá se néztek, csak siettek tovább. Egyszer megjelent Hóseás Gómer házánál. Gómernek feltűnt, hogy Hóseás egész nap ott körülz az ő törzseinél. Amikor egyszer kinézett az ablakon, Hóseás kérő pillantása a lelkébe égett. Érezte, hogy akar valamit tőle ez a fura férfi, és nem tévedett. Sőt, nem is akármit. Megkérte a kezét. Először Gómer egyszerűen csak kinevette Hóseást, és ott hagyta. Amikor másnap is eljött Hóseás, és újra elmondta, hogy feleségül kívánja venni őt, Gómer kezdte realizálni, hogy itt nem valami ostoba játékról van szó, így egyszerűen csak őrültnek tekintette a férfit. Majd amikor legközelebb újra megjelent, a legmélyebb tisztelettel és szeretettel, hogy megkérje Gómer kezét, akkor a nő igent mondott. Igen, talán lehet mégis újat kezdeni, gondolta magában. Hóseás nem volt egy Don Juan, de tekintete szelíd volt és békével teli. Lelke és szíve hatalmas volt. Mindenki csodájára járt, hogy mennyire szereti ezt a züllött asszonyt, mennyire fontos neki a felesége boldogsága. Egy rövid ideig szeretett kapcsolatok működött. Három gyermekük született, gyors egymás utániságban. Neveik mély megdöbbenést váltottak ki a környezetükből. Az egyiket így nevezte el Hóseás, megbüntetem a bűnt, a másiknak a nincs írgalom nevet adta, a harmadiknak nem vagytok. Ám a legtöbb ember szíve mélyen mégsem bízott ebben a házasságban, és egy kis idő múlva nekik lett igazul. Míg Hóseás a megtérést hirdette és a megigazolás lehetőségét igyekezett kortársainak érthetően elmondani, addig Gómer egyre több időt töltött otthonukon kívül. Hóseás tudta jól, mit csinál az asszonya, és mély fájdalmakat élt át emiatt. Majdnem beleőrült a tudatba, hogy feleségének kevés az ő szeretete, és újra más férfi a közelségére vágyik. Elhagy mégsem tudta. Valahányszor kezet emelt volna Gómerre, nem volt képes megütni. Valahányszor Gómer emelte fel kezét férjére, végén még Hóseás kér bocsánatot. Volt, hogy kizárta a nő az otthonukból, de amikor hajnalban hazatért, mégis kinyitotta neki az ajtót. Karjaiba vette, ágyba helyezte, sőt, még reggel is vitt neki. Sokszor történt. Egyik hajnalon Gómer késett, sőt, egész nap nem érkezett haza. Hóseás félt, mert Gómer nem került többé elő. Fogadkozott ugyan, hogy végzett egyszer s mindenkorra ezzel a hűtlen asszonnyal, de mégsem ez történt. Jobban emésztette a fájdalom Gómer hiányában, mint korábban jelenlétében. Elindult, hogy megkeresse. Egyszer csak egy bordélyház alak sorában
koszos, szobának alig nevezhető kis cellában talált rá. Időközben Boomer szerződést kötött e kétesvégház tulajdonosával, amiből húsásnak kellett kivásárolnia. Csak nem egész vagyona ráment, hogy Boomert kiszabadítsa ebből az embertelen körülményből. Mindenéről lemondott csak, hogy Boomert újra a magáénak tudja. Boomer megsérült, arcát négy sebhely szerteketté. Testét kék-zöld felhőtötten. Rendkívül visszataszító és csúnya jelenség volt első pillantása. De Hóseásnak így is kellett. És ez volt a lényeg. Hóseás szendvicstáblát hordott ezután, amelyre a következőket írta fel. A bűnt megvetem, de a bűnöst szeretem. Mert van irgalom, mert népen vagytok. Hátul pedig ez volt olvasható. Az Isten szeretet és a szeretet soha el nem múlik. Ahogy ott állt az utcasarkon a nyakába akasztott táblájával, nagyon sok ember állt meg és gondolkodott el ennek az üzenetnek. Senki se tudná megszámolni, hányan tértettek Hóseásnak köszönhetően. De nem is ez volt a lényeg. Tény, hogy Boomer házában ritkán maradt száraz az emberek szeme. Beleért természetesen Boomert és Hóseást is. Azt hiszem, ők megértették, hogy mi Isten kegyelme. Eddig a történetnek a példatörténete magyarázata. És zárásként annyit szeretnék elmondani nektek még, hogy ez a kegyelem, hogy Isten újat kezd, akkor is, amikor mi már nem kezdenénk újat. Sem magunkkal, sem mással. Ez persze nem azt jelenti, hogy használjuk ki az Isten kegyelmét, és innentől éljünk úgy, ahogy annak előtt tart részen, úgy is megbocsát az Isten. De a kegyelem ez, hogy ő hűséges, visszavár, hogy ő visszafogad. És ezt azért szeretném most hangsúlyozni, mert könnyen lehet, hogy az életedben kerülsz olyan helyzetben, amikor azt érzed, hogy Isten már nem foglalkozik velem. Olyan dolgot teszek, ami miatt már nem bocsánat meg. Egyszer volt egy szép aranykor a kapcsolatomban, amikor közel voltam hozzá, de ez soha nem fog visszatérni. Nem mondom ezt. Isten újra és újra visszavár, és a kegyelem értéke a mértéktelenség. Isten kegyelem mégis határtalan és végtelen a számodra. A kegyelem megragadásának különös lehetősége egyébként az úrvacsorai közösség a gyülekezetben, amikor gyönyörűen kielmázolódik az, amit Jézus értünk tett, és hogy ebben a kegyelemben nem csak egyébként vagyunk benne, hanem közösségként. Együtt, mint egy közösség, ugyanúgy rászorulunk erre a kegyelemre, és Isten megadja ezt a számunkra, és megújulhatunk ebben. Isten adja meg nektek, hogy erősödjétek meg egyenként, és mint gyülekezet is, abban az identitásban, hogy Isten elfogadott, szeretett gyermekei vagytok. Nem lehettek olyan távol, ahonnan ő ne hozza vissza benneteket. Értékesek.
Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ilyen kegyelmesen fordulsz hozzánk is, mint ahogy a te népedhez, Izraelhez fordultál, amikor elérted őket az üzenettel, Ózsiáson keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra magadhoz fogadsz bennünket, és te kegyelmeddel hajolsz le hozzánk nap mint nap. Köszönjük a kegyelem látható jeleit, amikor úrvacsorai közösségbe lehetünk együtt, és köszönjük, hogy erre készülhetünk a vasárnapi napon. Adunk, hogy az életünket átjárja, átformálja te kegyelmed. Tisztíts meg bennünket, Urunk, és add, hogy a szívünk, a lényünk mélyéig elérjen ez az üzenet, hogy fontosabb vagyunk a számodra. Urunk, megvalljuk, hogy méltatlanok vagyunk erre a kegyelemre és a ti jóságodra, de te mégis így fordulsz felénk. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan ez. Hálával elfogadjuk. És köszönjük, hogy ez nem a mi magánügyünk, hanem ez a közösségünknek az ügye is. Köszönjük, hogy mindannyian ember lehetünk ebben az elfogadottságban és kegyelemben. Adunk, hogy minél több ember megismerje és megértse a környezetünkben, hogy mennyire rászorulunk. Imádkozunk azért, hogy áld meg ezt a bőti időszakot, az előttünk levő heteket, valódi elcsendesedéssel, ráfigyeléssel, újítsd meg az életünket, áld meg az egész gyülekezetnek a közösségét, áld meg ezt a várost, az itt lévő intézményeket, iskolákat, az ott dolgozókat, áld meg Uram kicsiket és nagyokat egyaránt. Adunk, hogy minél többen rátállhassanak és megismerhessenek téged. Imádkozunk, Urunk, a mi református népünkért, és minden keresztény testvérünkért, aki most belép a bőti időszakban. Adunk, hogy minél többeknek lehessen lehet találkozása és megújulása. És hadd lássuk téged, Jézus Krisztus feltámadt dicső királynak, akkor is, hogyha a bőtben és nagy hírben leszünk majd, és látnunk kell a szenvedésedet, attól, hogy soha ne felejtsük el, hogy győztesek vagyunk, maradj bennünk, kérünk, és hallgass meg, hogy a te tőled tanult szavakkal is imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön át a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne vigy minket kísérletesre, de szabadíts.